Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Szilvia két táncosa. Írta Forró Pál. Elektronikus változat. Budapest Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület 2016. ISBN 978 615 5557 41 5 online. MEK 14875 Első fejezet. James Parker a hónapos szoba vaságyán ült, és azon gondolkozott, hogy írjon-e búcsúleveleket, mielőtt felakasztja magát. Mert azzal tisztában volt, hogy öngyilkos lesz. Ma délelőtt foszlott el utolsó reménye, amikor egy jó ajánlólevelével alkalmaztatása jelentkezett egy nagy cégnél. Az igazgató a szemébe nevetett, és azt mondta, hogy éppen most mondtak fel 200 régi emberüknek. Szó sem lehet új tisztviselő felvételéről. Hát persze a tőzsde. És a gazdasági világválság. Azt igazán mindenki tudhatná, hogy amikor milliárd dollárok úsznak el napok alatt, akkor egyszerre megreg a föld a vállalatok alatt, és naponta tízezrek válnak állástalanokká. James Parker nem volt naplopó. A világháború idején mint húsz éves fiatalember került az európai harcterekre, és nagy sikereket aratott, mint repülőtiszt. Leszerelés után volt némi pénze, műkereskedő lett és eleinte egészen szépen virágzott az üzlete. Ebben az időben James ismert alakja volt a New Yorki aranyifjúságnak. Elegáns sportkocsián minden este más-más mulató elé hajtott és mint szenvedélyes táncos, többnyire csak hajnalban hagyta el a music holt, néha nem is egyedül, hanem valamelyik táncosnő karján. De most már majdnem egy év óta szörnyen le volt törve fillérekért vesztegette el raktárát, tele volt edósággal, fogalma sem volt, hogy miből tengedheti tovább nyomorúságos életét. Mert New Yorknak nincsen szíve. Akinek nincsen pénz a zsebében, azt ridegen, könnyű hagyják elpusztulni. A 8 milliós gigantikus városban igazán nem veszik észre, ha néhány ezer ember egyszerűen elmerül és eltűnik. James nem volt éppen érzelmes ember, de pillanatban mégis könnyekkel volt tele a szeme. Sajnálta magát. Igazságtalanságnak tartotta, hogy 38 éves korában nyomorultul pusztuljon el, mint egy patkány. És túlságosan egészséges volt. Noha a sok éhezéstől meglehetősen elgyengült, még mindig ruganyosak voltak az izmai, épp volt minden szerve. Ilyen jó fizikumban szinte legyőzhetetlenül erős az étvágy. Pedig világos, hogy meg kell halnia. Olyan szabályosan halára volt ítélve, akár a Sing fegyház valamelyik rablógyilkosa. A különbség csak az volt, hogy ott a hóhér hajtja végre az ítéletet, itt pedig ő rábízták, hogy éhen akar-e halni, vagy önkezével vett véget nyomorúságának. Minden képzelhető pénzforrását kimerítette Március. Valamennyi ismerősének tartozott. Minden ingóságát eladta, kivéve a ruháit. Ezekhez makacsul ragaszkodott. Túlságosan ki volt fejlődve a szép érzéke. Hiszen műtárgyakkal kereskedett, a vérébe és idegeibe volt ágyazva a szép iránti lelkesedés. Még mindig volt néhány szép ruhája, nyakkendője és fraktja is kifogástalanul elegáns volt. Ebben a vakolatát hullató, penészes szagú, bútorok nélküli nyomorúságos szobában olyan volt elegáns ruhájában, mint egy elátkozott herceg. Szörnyen éhes volt. Előző nap reggel evett utoljára néhány falat kenyeret és egy pohár tejet. És azóta 35 óra múlt el. Olyan gyenge volt, hogy minden mozdulat nehezére esett. De talán lelkileg még jobban meg volt törve, mint testileg. A gondolatai egészen meg voltak zavarva. A düh, kétségbeesés, tehetetlenség, a reménytelenség érzése felbőszítették, és majd nem őrjöngött. E pillanatban minden gonosztetre képes lett volna, hogy pénzhez jusson. Eladhatná megmaradt két ruháját és a fraktját. E, ennek semmi értelme nincsen. Meghosszabbítja velevergődését néhány nappal. És azután. Most legalább nem szaladgál úgy, mint egy úcéli, züllött koldus. Nem, ha már meg kell halni, akkor inkább így távozik a más világra. Hirtelen fanyar, dacos mosoly szökött az arcára. Pokoli ötlete támadt. Elővette fraktját, és lázas gyorsasággal öltözni kezdett. Második fejezet A Majestic szálloda haljában New York legelőkelőbb közönsége szokott vacsorázni. Mr. Whiteman, a jazz király személyesen dirigálta a legújabb slágereket, és a tánckorongon legalább 20 dollár milliómos leánya táncolt szédítően jól szabott smokingokba öltözött, széles vállú, szikár, remek fogsorú fiatal emberekkel, akik között a jelenlévő Brevster detektív állítása szerint körülbelül négy volt annyira gyanús, hogy nyugodtan le lehetett volna tartóztatni őket, mint valamelyik alvilági banda tagját. A brilliánsok és sejmek káprázatába öltözött hölgyek azonban ezzel édeskeveset törődtek. A modern New York jelszava minden a fiataloké. És teljes egyennyogúság lányoknak és fiúknak. Sőt, legyünk őszinték, már ezen is túl vannak. A valóságban úgy fest ez a jelszó, hogy a lányoknak még a fiúknál is több szabadságuk van. New York kínai negyedének titokzatos ópiumbarlangjaiból nem egyszer viszik el hajnalban teljesen eszméletlen állapotban igen előkelő családok leányait. És még jó, ha pénzük és ékszerük elrablásán kívül más bajuk nem történt. Mert nem ritka eset, hogy a szerencsétlen lány átlőtt mellel, vagy fejjel holtan kerül meg valami szörnyű helyen és nem lehet eldönteni, hogy gyilkosság vagy öngyilkosság áldozata-e. Megtörtént, hogy unatkozó fiatal milliomosok, fiúk és lányok vegyesen, betörő bandát alakítottak és kölcsönösen kifosztották egymás palotáit. A kétségbe esett szülők elmeorvosokhoz futkostak, híres védőket fogadtak, hogy a fegyháztól megmentsék reményteljes csemetéiket. A Majestic haja különösen kedvenc találkozó helye volt a New Yorki aranyifjúságnak. Előkelő, szinte nagyképűen feszes külseje megtéveszthette az idegeneket, de a beavatottak tudták, hogy mindannak, ami itt történik, valami rejtélyes és kifürkészhetetlen kalandor íze van és sohasem lehet tudni, hogy vajon melyik izgalmas riport végső szálai nyúlnak idáig. James Parker az egyik ezüst edényektől roskadozó, virágokkal díszített asztal mellett ült és fejedelmi vacsorát evett. Rózsaszínű, édeskés ízű nagy tengeri rákot romulárd mártással, vajas tésztába sütött bélszint francia körítéssel, fagylaltott, jégbe hűtött kaliforniai gyümölcsöket. Egyetlen cent sem volt a zsebében, de hidegen, halálos elszántsággal levett. Már nem is az ételsort nézte, hanem azt, hogy mi a legdrágább. Lassan megfontolta nevet. Nem volt sietős a dolga. Tudta, hogy az élete a fekete kávé után véget ér. Ez az ő utolsó vacsorája. Otthon jutott az eszébe, hogy a halára ítéltektől rendesen megkérdezik, hogy mi az utolsó kívánságuk. És azok többnyire finom vacsorát rendelnek. Hát miért ne lakjon ő is jól halála előtt? Miért távozzon üres gyomorral a túlvilágra? Elhatározta, hogy még egyszer elmegy a Majesticbe, ahol már olyan sok nagyszerű estét töltött. A fagylaltnál tartott, és most már egy kicsit sajnálta, hogy idejött. Túlságosan szépnek talált mindent a nőket, akik nevettek és flörtöltek, a fiatal embereket, akik látszólagos gondtalansággal táncoltak és sugdolóztak, a muzsikát, amelyben leírhatatlanul kábító hangulat kergetődött, a fényes termet, a puha szőnyegeket, a bronzfigurákat, a szépségnek, jólétnek, vagyonnak ezt a tébolyító orgiáját. Ordítani szeretett volna kétségbeesésében és fájdalmában. Hát mit vétett ő, hogy ilyen nyomorultul kell elpusztulnia? És minden idege, vérének minden cseppje tiltakozva kiáltotta, élni. Élni? A szeme rásiklott az egyik szőke, magas, édesen nevető leányra, aki olyan volt, mintha Hollywoodból szökött volna ide szépség divatmintának. Ezzel a lányjal táncolni. Egy tangót halálos szédületben táncolni és azután egy csókot lopni a szájára, vad, szenvedélyes csókot, egy élet minden kemény lázadását. Hirtelen hideg, fürkésző, merev szempár pillantását érezte. Figyelik! Parkeren rémület borzongott végig. Érezte, hogy elfehéredik, reszket, szörnyű félelem szorongatja. Ki lehet ez az ember a szomszéd asztal mellett, ki ilyen kitartóan és mereven nézi. Csak félve, oldalról, mert visszapillantani rá. Kellemetlen arcú, negyven év körüli férfi volt. A válla kis séferde, ajka túlságosan húsos, ujjai kövérek. Különös. Ez a férfi úgy látszik, féltékeny rá. Igen, határozottan, nem lehetett benne semmi kétség. Az ismeretlen szintén a magas, szőke lányt bámulta, és észrevette, hogy néki is ez a lány tetszik. Vetétársának tekintette. Parker borzalmas helyzete ellenére is majdnem elnevette magát. Ó, milyen kegyetlen gúny! Még ő rá féltékenyek! No még csak néhány perc türelem, kedves ismeretlen! Mindjárt tisztázódik a helyzet. Az a szőke lány egyébként egyedül volt. New Yorkban megszokott dolog ez. Senki sem ütközik meg rajta. Akad a táncteremben is lovag. A szőke eddig még minden táncot végig táncolt. Sőt, úgy látszik, hogy az egyik fiatalembert nagyon is kedvére valónak találta. Már háromszor táncolt vele, és az ifjú állandóan rámosolygott páholyából, ahol több barátjával ült. Parker megrezzent. A kövér ujjú idegen felállt asztala mellől és elhaladt mellette. Olyan szorosan ment el asztala mellett, hogy a kabátja érintette Parkert. Egy perccel utóbb visszaült helyére. Harmadik fejezet. Éjfél után egy óra volt. Parker a fekete kávéjánál tartott. Noha sokat evett, arca ijesztően sápat volt arra a szörnyű botrányra gondolt, amely néhány perc múlva ki fog törni. Most már egészen bizonyos volt abban, hogy nincsen bátorsága meghalni. Nem tudja elővenni revolverét és hidegvérűen fejébe röpíteni a golyót itt, az előkelő étterem kellős közepén, ahogyan azt otthon tervezte. És akkor jön az utálatos jelenet, a főpincér és a pincérek elképedése, szitkozódása, valószínűleg megisverik, azután rendőrt hívnak, beviszik a rendőrségre, bíróság elé kerül, bezárják. Hát legyen így. Legalább ennivalót kap. Fél év múlva kiszabadul, és akkor megpróbál új életet kezdeni. De parker érezte, hogy most magának hazudik hogy ami következik, az igenis rettenetes, talán a halálnál is rosszabb. Az a szőke lány már vagy négyszer pillantott át az asztalához. Talán megérezte, hogy micsoda iszonyú kétségbeesés dúl benne. A nőket izgatja a titokzatos, a meglepő. A szomszéd asztalnál pedig még mindig ott ül a kövér ember és vár. Szúrós szemét nyugtalanul fordítja hol a lány, hol Parker felé és vár. Mint a pók, úgy vár. Mozdulatlanul, gonoszul és makacsul. Parkernek az volt az érzése, hogy ez az ember detektív. Vagy valamilyen gonosz démon, misztikus erők felett rendelkező, titokzatos egyén, aki azért jött ide, hogy lecsapjon rá. Ez a gondolat úgy kínoszta és annyira elvette hidegvérét, hogy már majdnem odalépett az idegenhez, hogy megkínzottan és elfáradva azt mondja: Mit akar? Végezzem belem. Hát, igen, csaltam. Éhes voltam. Enni akartam. Fél kettő volt. A szőke lány megint ránézett. A főpincér már többször idegesen haladt el mellette tüntetően. A pincérek különböző ürügyek alatt zavarták. Nem lehetett tovább föltartóztatni az eseményeket. Asztalához intette a főpincért. A számla már készen volt. 12 dollárra rúgott. Parker majd nem eszét vesztette az izgalomtól. Villámgyorsan kergetőztek benne a gondolatok. Először arra gondolt, hogy cinikusan és egyszerűen megmondja, nincsen pénze. De a szőke lány megint érdeklődve nézett át. Legalább néhány percet akart nyerni. Ne itt a lány előtt érje ilyen megsemmisítő szégyen feltámad benne régi úriasságának minden szemérme. Valahogyan megpróbálja megúszni a dolgot. A zsebéhez nyúlt, mintha tárcáját akarná elővenni. Azután ilyet, meglepet mozdulatot tett. A pénztárcám. Kiáltotta, kilopták. Felugrott és végig tapogatta zsebeit. A pincérek megrökönyödve nézték. Ellopták, Ismételte hangosan. Ekkor meglepő dolog történt. A szomszéd asztalnál ülő kövér ember felállt és hozzájuk lépett. Parkerben megdermedt a vér. Szeme előtt vörös karikák cikáztak. Jól érezte tehát. Ez az ember csak ugyanaz ő végzete. Most idejött, le fog rácsapni, mint a prédájára vadászó héja. De nem úgy történt. A kövér zavartan mosolygott és azt mondta. Bocsánat, uraim, a pénztárcát én loptam el. Ön? Dadogta elképedve Parker. Igen. Én? Brevstör bűvészmester vagyok. Ezzel a kis trükkkel akartam magamra vonni a figyelmet. A pincérek nevettek. Parker rettentő zavarral nézett Brevstörre, aki most egy tárcát nyújtott feléje. Parancsoljon, uram! A pénze megszámolhatja. Egy dollár sem hiányzik belőle. Negyedik fejezet Mikor a pincérhad elvonult, Parker még mindig nem tért magához határtalan meglepetéséből. Némán, verejtékezve, levegő után kapkodva merett az idegenre, aki most szivart nyújtott feléje. Gyújtson rá, kérem, és tegyen úgy, mintha mindaz, ami történt, a világ legtermészetesebb dolga lenne. Mit akar tőlem? Miért tette ezt? Mi érdeke volt, hogy megmentsen? Kérdezte rekedtem, Parker. Legyen nyugodt, uram! Csak ugyan nincsenek csodák, és én nem vagyok földre szállt angyal, aki azért jöttem ide, hogy segítsek magán mindössze úgy találtam, hogy ön az az ember, aki az én céljaimnak megfelel. Milyen célokról beszél? Kérdezte Parker és újra megborzongott. Majd rátérünk arra is. Csak beszéljünk szépen, nyugodtan. Nagy érdekem, hogy ne keltsünk feltűnést, és hogy különösen az a szőke, karcsú hölgy, abban a zöld estéi ruhában ne vegyen semmit se észre. Örülök, hogy önnek is tetszik láttam, hogy egész este bámulta. Úgy látszik, egyforma az ízlésünk. De mosolyogjon, kérem. Ön nem pszichológus. Túlságosan kiszolgáltatja magát az embereknek. Én például azonnal észrevettem, hogy ön milyen különös lelki állapotban van. Hogyan? Dadokta növekvő zavarral Parker. Nem volt nehéz. Láttam ideges mozdulatait, szórakozott szágát, egyszer égő végével vitte a cigarettát a szájához, egyszer pedig pohara helyett az olajtartóhoz nyúlt és abból akart inni. De különösen az tűnt fel, hogy noha az a szőke hölgy önnek észrevehetően tetszik, mégsem kérte fel táncra, holott egyedül ül asztalánál. Tehát gondjai vannak, gátlásai, zavaró lelki körülmények. A szemében volt valami félelmetes zavarodottság, nyugtalanság, félelem. Olyan volt, mint a menekülő ember. És mikor fizetésre került a sor, nem lepett meg, hogy nem találta meg a tárcáját, Izé szabad a nevét kérdeznem. James Parker műkereskedő. Szóval, Mr. Parker, én önt kisegítettem bizonyos előleggel. Abban a tárcában száz dollár van. És mit kíván ezért a pénzért? Igazán nem nagy dolgot. Mindössze annyit, hogy kérje fel azt a szőke hölgyet táncra. Nem lesz nehéz, hiszen látja, hogy már másfél órája várja. Parker úgy nézett Brevstörre, mint aki kételkedik annak épp eszében. Miért akarja ezt? kérdezte megdöbbenve. Brevstör gúnyosan mosolygó arca egyszerre komolyra vált. Hát most már ideje, hogy csak ugyan komolyan beszéljünk. Tudja ön, hogy ki az a hölgy? Sejtelmem sincsen. Megmondom. Miss Sylvia Raszkó, a Sullivan End főtisztviselőnője. Remélem, azt már tudja, hogy ez a cég Észak-Amerika legnagyobb fegyvergyára. Igen, természetesen. Azt azonban már nem tudhatja, hogy ez a cég nem régen ajánlatot tett Mexikónak fegyverszállításra. A világ összes államai közül Mexikónak van a legtöbb fegyverre szüksége, tekintettel arra, hogy ott sikerült állandósítani a forradalmakat. Ha az egyik csoport győz, lefegyverzi a másikat. Erre azok titokban újra fegyverkezni kezdenek. Mexikó ma a legjobb ügyfél fegyvergyárak számára. Elhiheti, hogy az ilyen nagyszerű vevőért érdemes verekedni. Igen, de kérem, mi közöm van ehhez nekem? Én nem értek fegyverekhez. Tudom. Megnyugtatom, hogy én sem. De üzletekhez annál inkább. Szóval e pillanatban úgy áll a dolog, hogy a Sullivan and Co. cég ajánlata igen kedvezően áll a mexikói hadügyminisztérium előtt, ám bár döntés még nem történt az ügyben. Az egyetlen komoly ellenfél a londoni Berimur részvénytársaság, melynek én főtisztviselője vagyok. Vagy mondjuk megbízottja. Érti már? Nekem az az érdekem, hogy ezt a fegyverszállítást minden körülmények között mi kapjuk meg. És ebben kell segítségemre lennie. Parker megtörülte a homlokát, igen ostoba arcot vághatott, mert Brevstört ezúttal először hagyta el nyugalma. Bocsásson meg, de önnek igazán nehéz kissé a felfogása. Kénytelen vagyok mindent a szájába rágni. Ön tehát felkéri táncra Miss Szilviát. Igyekszik minél előnyösebb oldalról bemutatkozni. Ez nem fog nehezére esni. Amint észrevettem, Miss Szilvia már is rokonszembesnek tartja önt. Bevallom, magam szerettem volna megismerkedni vele, de sajnos nincsen szerencsém a nők körül. Nem vittem volna semmire. Szilvia romantikus jellem. Nála pénzzel nem lehet boldogulni. Ő a szívet keresi. Kénytelen vagyok tehát magamat egy Don Juannal helyettesíteni. Öngúnyolódik. Sohasem beszéltem komolyabban életemben, mint e pillanatban. És nem szoktam száz dollár előleget adni tréfákra. Az udvarlással természetesen nem fejezte be feladatát. Meg kell nyernie Szilvia teljes bizalmát. El kell hitetnie vele, hogy feleségül veszi. Mindennek villámgyorsasággal kell leperegnie. Játsza meg a szenvedélyes udvarlót, aki nem tud uralkodni magán és rohanjon fel a hivatalba, mintha csak azért menne fel, hogy láthassa. Valójában azonban egyetlen cél lebegjen a szeme előtt, okvetlenül szerezze meg a Sullivan Co. cég mexikói ajánlatának másolatát. Sürgősen meg kell tudnom, hogy mennyiért ajánlották fel a fegyverküldeményt Mexikónak. Ha ezek az adatok birtokomban vannak, úgy a Berimur cégnek gyermekjáték utólag megjavítani ajánlatát és lekonkurrálni a Sullivan céget. Értse meg, milliókról van szó. Ha ezt a másolatot megszerzi, 20 ezer dollár jutalmat kap készpénzben. Parker nehezen lélegzett. Látszott, hogy Brevster szavai nem csak megdöbbentették, hanem azok a legmélyebb hatással is voltak rá. De hát ezek az akták bizonyára el vannak zárva, és Miss Sylvia nem lesz hajlandó azokat nékem átadni. Brevstör mosolygott. Ön túlságosan naív, kedves barátom. Nékem azonban valamivel több tapasztalatom van az ilyesmiben. A háborúban Anglia javára kénkedtem Németországban, és mondhatom, ennél sokkal nehezebb feladatokat vállaltam. Egyébként önnek túlságosan könnyű dolga lesz mert én a helyzetet már előre kikémleltem. Különböző ürügyekkel, mint egy spanyol érdekcsoport megbízottja, többször megjelentem a Sullivan cég irodáiban, ahol alaposan körülnéztem. Természetesen Szilvia kisasszony szobájában is jártam. A pontos vázrajzot a helyiségről és a benne lévő bútorokról meg fogja kapni tőlem. Szilvia kisasszony a titkárnője Mr. Rockfordnak, a titkos levelezési osztály főnökének s ő kezeli a legbizalmasabb aktákat, melyeket a szobájában lévő páncélszekrényben őriznek. Ennek a páncélszekrénynek a kulcsát kell megszereznie. Csak nem gondolja, hogy be fogok törni. Erre nem lesz szükség. Egyébként a részletekről majd később fogunk beszélni. Most nincs időnk. Rohamra kell indulnia. Én most félrevonulok a bárba. Mielőtt elhagyja a szállodát, odajön és beszámol az eseményekről. A viszontlátásra. Sok szerencsét. Ötödik fejezet. Parker úgy indult Miss Sylvia felé, mint aki egy hipnotikus parancsnak engedelmeskedik. Sylvia mosolyogva állt fel, mikor táncra kérte. Legyen őszinte és árulja el, miért habozott több mint két órán keresztül, míg elszánta magát arra, hogy felkérjen. Tudja, hogy egész este ezen mulattam? Láttam, hogy tetszem magának, és hogy nem mer hozzám közeledni. Téved, nem a bátorságomon múlott, hanem a hangulatomon. Bennem annyi keserűség, életuncsák halmozódott fel az utóbbi hetekben, hogy ebbe a rossz hangulatba hogy sem tudtam beleilleszteni azt a mosolyt, melyet az önlátása keltett a szívemben. De minél tovább néztem magát, annál kisebb lett a szomorúságom, és annál diadalmasabb erőre kapott a mosolyom. Szilvia nevetett. Ez nagyon kedves. De mondja őszintén, nem volt ebben az elhatározásában annak az úrnak is része, akivel az imént beszélt. Miért mondja ezt? kérdezte idegesen Parker. Éreztem, hogy rólam beszélnek. Ezt az urat ismerem látásból. Járt néhányszor az irodában, ahol dolgozom. Ki ez az ember? Azt mondta, egy spanyol érdekcsoport megbízottja. Á, igen. Már emlékszem. Valóban spanyol megbízásból érdeklődött nálunk bizonyos szállítások iránt. Erről beszélt? Nem. Magáról? Mit mondott? Szerelmes önbe. És arra kérte magát, hogy ezt mondja meg nekem? No, nem ilyen nyíltan. De túlságosan dicsérte önt. Annyira lelkesedett, hogy magam is kíváncsi lettem. Szóval másnak kellett engem a maga számára felfedezni. Másnak kellett észre téríteni, hogy siessek, ha meg akarom előzni. Nem folytatták a beszélgetést. A zene olyan parancsoló és nagyszerű ritmussal diktálta a táncot, hogy néhány percre egészen átadták magukat ennek a gyönyörűségnek. Mind a ketten pompásan táncoltak. Európai embereknek nincs is fogalmuk arról, hogy mi az igazi tánc, a ritmusok legapróbb megjátszása nem csak tállépéssel, hanem az egész testtel. Táncolni csak Amerikában tudnak. Onnan is importálják a táncújdonságokat, éppen úgy, mint Párizsból a divatmodelleket. Mikor visszatértek a helyükre, úgy érezték, mintha már régi barátok lettek volna a jó táncost éppen úgy jellemzi mozdulata és éppen olyan pontosan elárulja karakterét, mint a fecsegőt beszédje, az idegest a szeme, a kártyást a módő, melyel a játszmát végigjátsza. Mikor szokott szabad ideje lenni? Kérdezte Parker. Szilvia vállát vonta. Sajnos, ez mostanában nagyon ritkán fordul elő. Az utóbbi hetekben fantasztikus mértékben növekedett a munkánk akárhányszor éjszakára is ott maradok a gyárban. Ja, persze, maga talán nem is tudja, én a Sullivan and Kau fegyvergyár egyik titkárnője vagyok. A barátom említette. Ah, persze. Ő már látott ott. Tudja, ez az egyetlen üzem, amely még ma is megy. Csak azon imádkozom, hogy legyen még néhány békekonferencia. Békekonferencia. Igen, tudja ezeken a konferenciákon Genfben, meg Lozánban mindig leleplezik, hogy az egyes államok milyen óriási mértékben fegyverkeznek. Ilyenkor a többi állam megrémül és siet szintén újabb tankokat, géppuskákat meg bombavetőket rendelni. Parker sóhajtott. Irigylem önt. Mert annyi munkám van. Igen. Ez a legnagyobb áldás. Dolgozhatni, Szilvia fürkésző pillantást vetett Parkerre. Szóval, a bosszúság, a rossz hangulat, amiről az előbb beszélt, ezzel függ össze. Nincs munkája. Nincs. Hm. Ön amerikai állampolgár. Természetesen. Telivér New Yorki vagyok. Az írásai rendben vannak. Büntetlen előélet. Parker bámulva nézett Szilviára. De bocsásson meg! Szilvia nevetett. Ne sértődjön meg! Nem illetlen kíváncsiságból kérdezem. De tudja, sokáig voltam a személyzeti osztály élén, és megszoktam ezeket a hivatalos kérdéseket. Kedve volna hozzánk belépni. Parker szeme tágra nyílt a meglepetéstől. Ezt komolyan mondja. Természetesen. Mondottam, hogy rengeteg munkánk van, és kisegítő erőket keresünk. Milyen nyelveket tud? Az angolon kívül németül és spanyolul beszélek. Remek! A levelezési osztályra éppen spanyol levelezőt akartunk most keresni. Tudja, főleg Dél-Amerikával dolgozunk. Holnap reggel nyolckor jelentkezhet. Egyenesen hozzám fordulhat. A levelezési osztály főnökét ugyanis én helyettesítem. De kérem, miért vág ilyen megrökönyödött arcot? Bocsásson meg, de mindez olyan valószínűtlen. Én nem, mint álláskereső közeledtem magához, amikor táncra kértem. Hagyjuk ezt! Mi modern emberek már túl vagyunk az ilyen érzelmességeken tisztában vagyunk azzal, hogy udvarlás, szerelem, szórakozás és munka egyetlen összefüggő egész. Ostobaság azokat kínosan elválasztani egymástól, mint ahogyan régen tették. Mi, mai lányok igen jól tudjuk, hogy a kenyérért meg kell dolgozni, és hogy a férfiak sem élnek levegőből. A hivatalban természetesen főnöke leszek, ami nem jelenti azt, hogy hivatalon kívül ne legyünk egyenrangú pajtások remélem, nincsenek konzervatív előítéletei és nem zavarja, hogy lánya főnöke. Nem, a legkevésbé sem. All right. Akkor hát rendben vagyunk. A viszontlátásra holnap reggel. Elkísérhetem. Nem. A kocsim lent van. Magam sofőrködöm. Szeretek éjjel egy kicsit egyedül autózni. Némi regényesség mégis csak van bennem. Vidáman kezét nyújtotta és kisietett a halból. Parker földbe gyökerezett lábakkal állt és némán bámult utána. Azután hirtelen eszébe jutott Brevsztör és felizgultan, az eseményektől kábultan sietett a bárba. Képzelje, mondotta szinte magánkívül, mi Szilvia szerződtetni akar a gyárba. A levelezési osztályba. Brevstör halkan füttyentett. Szerencsés fickó. Gratulálok. Akkor hát gyerekjáték lesz az egész. Micsoda? Kérdezte egészen Bambán Parker. Brevstör megbotránkozva nézett végig rajta. Hát természetesen a cég ajánlatának megszerzése. Amiről beszéltünk. A igen, igen, persze. Mondotta szórakozottan Parker. Brevstör a homlokát ráncolta. Nézze, Mr. Parker, én megértem, hogy önnek tetszik Miss Sylvia, de ne felejtse el, első az üzlet és a kötelesség. Ön velem szemben kötelezettséget vállalt. Lehet, hogy most már kényelmetlen a dolog. Hiszen holnaptól kezdve már állása, foglalkozása van. De ne felejtse el, hogy végső fokon ezt is nekem köszönheti. Ha nem mentem meg kínos helyzetéből, a főpincér rendőrt szólít, és nem igen lett volna alkalma megismerkedni Miss Szilviával. Tudom, Mr. Brevster, ne tartson hálátlannak. Ó, hagyjuk az érzelmes hangokat! Én nem hálát kérek, hanem engedelmességet jegyezze meg, ha eszébe jutna engem elárulni, vagy nem tenné meg azt, amit parancsolok, úgy nincs a világnak az a helye, ahol biztonságban lehetne embereim bosszújától. Egy nyugodt pillanata nem lesz többé. Mindenhol, reggeltől estig és estétől reggelig a halál leskelődik magára. Az utcán, étteremben, mulatóhelyeken, hivatalában. Értsük meg egymást, az aktákra szükségem van. Most már gyerekjáték lesz másolatot készítenie a páncélszekrény kulcsáról. Azután majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. A legfontosabb parancs, hidegvér, nyitott szem, bátorság. Most menjen haza és aludjon. Holnap szüksége lesz pihent idegekre. Hatodik fejezet. A Sullivan kau hatalmas telepe New York gyárnegyedében állt kívülről inkább kaszárnyának látszott, mert fegyveres katonaság teljesített őrséget a kapuban. Mindenbe és kimenő embert igazoltattak. A gyanúsabbakat ki is kutatták, mert köztudomású, hogy az ellenséges államok kémei, az anarchisták és a százféle néven szereplő különböző fanatikusok, a fegyver és lőszergyárak ellen követnek el legsűrűbben merényleteket. A gyárban külön titkos rendőrök voltak alkalmazva, akiknek az volt a feladatuk, hogy állandóan mindenkit szemmel tartsanak. Senkiben sem bízni. Ez volt a jelszó. Még a régi alkalmazott munkásokban sem, hiszen gyakran megtörtént, hogy a munkásruhában jelentkező napszámos valójában mérnök, vagy idegen állambeli magasrangú tiszt volt, aki így lopta el a különböző gyártási titkokat, a legújabb fegyvermodelleket. A telep két hatalmas épületcsoportból állott. Az utcai fronton volt az igazgatóság palotája. Itt intézték a gyár üzleti ügyeit, a levelezést, itt volt a telep saját postája, sürgőnyhivatala, rádiója és ebben az épületszárnyban dolgoztak a hivatalnokok. Az épület udvari része felől gyönyörű park volt, apró villákkal, melyekben a gondnok, néhány főhivatalnok és a gyárőrség lakott csak a parkon túl kezdődött a tulajdonképpeni gyártelep. Ott voltak a laboratóriumok, az egyes műhelyek, a kantinok, raktárak. Az újonnan jelentkezőket egy földszinti terembe vezették, ahol azokat a gyár egyik főtisztviselője, egy detektív, két írnok és egy fényképész fogadta. James Parker valósággal elfehéredett ilyettében, mikor ezt a különös fogadtatást látta. Rémülten gondolt arra, hogy elveszett ember. Legszívesebben visszafordult volna. Úgy érezte, hogy nyitott szemmel rohan a biztos veszedelembe. De nem volt visszafordulás. Hiszen odakint viszont Brevsztör láthatatlan emberei lesnek rá. A lejtőn nincsen megállás. Gondolta kétségbe esetten. Már ő került sorra. A kérdések özönét zúdították rá. Mivel foglalkozott eddig, volt-e katona, mutassa az okmányait. És közben a fényképész két felvételt is készített róla. Azután a befejező kérdés következett. Ki ajánlja? Megbízható ajánlás nélkül senkit sem vehetünk fel. Mi Szilvia Raskó? A főtisztviselő arca felderült. Á? Igen. Azonnal ellenőrizzük. A házi telefonon felcsengetett Szilvia szobájába. Mr. James Parker, aki a levelezési osztályba akarja felvétetni magát, önre hivatkozik. A válasz úgy látszik, kielégítő volt, mert a tisztviselő Parker felé fordult. Miss Raskó várja önt. Majd az altiszt felvezeti. Néhány perccel utóbb ott állt Szilvia előtt. De csak ugyanez lett volna a tegnap esti ragyogóan szép és elegáns nő. Parker nem volt ebben egészen bizonyos. Megdöbbenve és gyanakodva nézett az előtte ülő pápa szemes, fekete munkaruhát viselő, simára fésült, energikus arcú nőre, aki hideg fejbólintással üdvözölte. Mr. Parker. Azt hiszem, gyorsan végezhetünk. Önt egyelőre kisegítő munkaerőnek alkalmazzuk a levelezési osztályon. Heti 50 dollárt kap. Közvetlenül az én rendelkezésem alá tartozik. Íróasztala a szomszéd szobában áll elfogadja az ajánlatot. Parker érezte, hogy elpirul. Szörnyen megalázottnak érezte magát. Nem csoda különös érzés, mikor valaki éjjel beleszeret egy ragyogó fiatal nőbe, akinek szerelmet szeretne vallani, akivel tangót táncol, és másnap reggel ugyanez a nő úgy bánik vele, mint egy jelentéktelen kis senkivel, aki felett torony magasságban áll, és aki tetszése szerint kenyeret ad neki, vagy az utcára kergetheti. De hirtelen eszébe jutott, hogy hiszen neki bizonyos titkos megbizatása van, aktákat kell ellopnia és e pillanatban valósággal örült ennek a gondolatnak. Mert gyűlölte ezt a fölényes nőt és pokoli gyönyörűségnek érezte, hogy végül mégis ő fog diadalt aratni felette. A szerelem és gyűlölet az évezredes igazság szerint nagyon közeli rokonságban áll a megalázott szerelmes fájdalma és sértett hiúsága pillanatok alatt változik kérlelhetetlen bosszú vágyjá. Parker meghajolt. Elfogadom az ajánlatát, Miss Raskó. Szilvia bólintott. Jó. Első munkáját már is átadom. Ezt az árjegyzéket kell spanyolra fordítania. Megfordult és a háta mögött álló páncélszekrényből egy füzetet vett ki. Parker szívdobogva nézte. Ez hát a szekrény, melyben azokat a bizonyos aktákat őrzik. A kulcsok Miss Szilviánál vannak. Egy kis viasz segítségével könnyű lenyomatot készíteni a záról. A szomszéd szobából nem lesz nehéz kilesni, mikor távozik Szilvia, és ha megvan az álkulcs, másodpercek alatt kiemelheti az iratokat. Parker ugyanis észrevette, hogy a páncélszekrény belső fiókjain az ABC betűi sorakoznak szabályos egymás utániságban. Világos, hogy az ő aktáit az mő fiókban kell keresnie, Mexikó. Szilvia átadta az árjegyzéket. Elmehet. Déli egy órakor tegyen jelentést, hogyan megy a munka. Hetedik fejezet. A munka nem ment nagyon jól. Parker meg volt zavarodva. Még mindig a tegnap esti hódítóan szép lányt látta maga előtt, akinek emlékét ez a mai mogorva és rideg külsejű nő sem tudta elűzni az éjszaka, mikor ágyában álmatlanul hevert, még valami homályos csodában reménykedett. Hogy az aktákat észrevétlenül megszerzi, lemásolja, vagy lefényképezi, megszabadul Brevstörtől, pénze lesz és feleségül veszi Szilviát. Soha nő nem volt még rá nagyobb hatással. Volt a tekintetében valami rejtélyes, izgalmas és érthetetlen. Olyan volt, mint aki egészen különös titkokat tud. De milyen titkok lehetnek ezek? Szerelmiek. Szilviáról azonnal megállapította Parker, hogy ama fölényes, elmés nők közé tartozik, akik kényük kedvük szerint bánnak a férfiakkal. Mindenhez értenek. Tudnak szépek, elegánsak, mulattatók, démoniak, bájosak lenni. Mesterei a szerelemnek. Csak éppen egy bajuk van, nincsen szívük akik ilyen tökéletesen játszanak meg minden férfi ízlést, azok mindig csak színészkednek, titokban kinevetik és lenézik az ostoba férfiakat, akiknél okosabbak, ravaszabbak és akiket az orruknál fogva vezetnek. De hát éppen abban áll a nagy és kívánatos férfi diadal, egy ilyen fajta nőt megtörni és őszinte, szenvedélyes szerelemre kényszeríteni. Dél felé Szilvia megjelent Parker szobájában, egy pillantást vetett kéziratára és ridegen jegyezte meg. Többet is dolgozhatott volna. Parker elpirult, valami zavaros mentséget hebegett, de Szilvia nem is hallgatott rá. Cigarettára gyújtott és közben egészen hanyagul, mint valami mellékes, éppen véletlenül eszébe jutó ötletet vetette oda. Estére, ha kedve van, megint együtt lehetünk. Parker majdnem leszédült székéről örömében. Vad öröm fogta el, valami elragadtatott búkot akart mondani, de pillantása találkozott Szilviáéval. És ez a tekintet olyan hideg, kifürkészhetetlen, visszautasító volt, hogy Parkernek torkára fagyott a szó. Csak meghajolt és úgy dadogta, boldogan. A lakásomon várom tíz órakor. Mondotta olyan közömbösen Szilvia, mintha valami irodai utasításról lenne szó. És az ajtóból visszafordulva, rendre utasító hangon jegyezte meg: Remélem, délután szorgalmasabban fog dolgozni. De Szilvia csalódott. Parker még kevesebbet dolgozott délután, mint délelőtt. Olyan izgatott és feldúlt volt, hogy a betűk összefolytak a szeme előtt most már egyáltalában nem tudta, hogy mit gondoljon. Lehetséges, hogy valaki ennyire tökéletesen ketté ossza a lényét. Nappal rideg és megközelíthetetlen magasságban trónoló főnöknő és este csillogó démon. Mit akar tőle Szilvia? Csak ugyan rokon szembesnek találja. Lehet nála reménye. A szomszéd szobából ajtócsattanás hallatszott. Parker megrezzent. A rábízott feladatra gondolt. Belesett a kulcsjukon. Azután fülét az ajtóra téve hallgatódott. Minden jel arra vallott, hogy a szoba üres. Felvette az árjegyzéket és óvatosan benyitott Szilvia szobájába. Elhatározta, hogy tetten érés esetén azt mondja, hogy felvilágosítást akart kérni. Valamit nem értett meg a kéziratban. A főnöki szoba csak ugyan üres volt. A páncélszekrény bezárva. Parker homlokát hideg verejték lepte el. A kabátja zsebébe már reggel beletette a lágy kis viaszdarabot. A szíve a torkáig dobolt, mikor a páncélszekrény ajtajához lopódott, és villámgyorsan gyorsan az ára nyomta a viaszmasszát. A következő pillanatban a lenyomat már ismét a zsebében volt még alig húzta vissza a kezét, Szilvia visszajött a szobába. Szürke szemei szúrósan szegeződtek Parkerre. Mit keresett ön itt? Parker érezte, hogy elveszett. Olyan forró hideg borzalom futott végig rajta, hogy azt hitte, eszméletét veszti. Egy pillanat alatt belátta, hogy az árjegyzékkel kapcsolatos felvilágosítás kérése szánalmasan gyenge és átlátszó kifogás lenne. Erejének végső megfeszítésével vak merő támadásba csapott át. Miss Sylvia, bocsásson meg, én azért jöttem, mert majdnem megőrülök, nem bírom tovább az idegességet, meg kell mondanom, hogy szeretem. Miss Raskó felháborodva nézett végig rajta. Megőrült. Azt akarja, hogy azonnal elbocsássam. Menjen vissza a szobájába, és jegyezze meg, ön itt kisegítő hivatalnok, és semmi mással nem törődhet, mint a munkájával. Megértette? Megértettem? Akkor mehet? Parker úgy ment az ajtó felé, mint egy megvert kutya. De még mielőtt a kilincset megfogta volna, Szilvia újra rászólt. Még egy szóra, Mr. Parker. Parancsoljon! figyelmeztetnem kell valamire. A közelmúltban igen fontos, titkos iratok tűntek el a levelezési osztályból. Kérnem kell tehát, hogy minden kéziratot befejezés után közvetlenül nékem adjon át. Felesleges mondanom, hogy árjegyzékeink tartalma is bizalmasan kezelendő, ezeket is csak az érdekelt kormányoknak és rendelőinknek mutatjuk meg. Köszönöm. Elmehet. Parker azt sem tudta, hogyan került vissza szobájába. Úgy érezte, hogy halálos veszedelemtől szabadult meg. Nyolcadik fejezet. A párnázott ajtók mögött Conoli tábornok, a kémelhárító osztály parancsnoka ült Szilviával. Miss Szilvia, mondotta a tábornok, ön lány, aki már ismételten bebizonyította használhatóságát. De bevallom, a mostani tervét túlságosan vakmerőnek tartom. Attól félek, hogy nem számol eléggé a fickók halálos elszántságával. Nem tagadom, attól félek, hogy ez a játék könnyen az életébe kerülhet. Szilvia vállat vont. Ez a kockázat mindig a háttérben leskelődik a mi foglalkozásunknál. Hiszen nagyon jól tudja, tábornok úr, az ilyen vállalkozásokra nem a pénz csábítja az embert hanem a kopó szenvedélye hajtja, a kaland izgalma. De ön még csak 25 éves, szép, fiatal. Imádom a veszedelmet. Az élet halál harcokat. Szóval ön azt állítja, hogy nyomában van a 412-es számú modell tolvajainak. Bizonyos vagyok benne, hogy egy héten belül elfogom. A cinkosa már is a hálomba került. Kicsoda? James Parker akit ma fogadtam fel. Mondhatom, nagyon naív és tapasztalatlan fickó. Játékszer Brevstör kezében. A délelőtt folyamán már letartóztathattam volna. Szándékosan kimentem a szobámból és a megfigyelő tükörszerkezet segítségével jól láttam, mikor viaszlenyomatot készített a kassza záráról. De hát nekem nem az apróvat kell, hanem a királytigris. Nehéz dolog lesz. Brevstör a legkörmönfontabb gazembere a világnak. Nem lehet ellene bizonyítékot szerezni. Képzelje, a leghitelesebb módon az angol konzulátus útján igazolta, hogy a Berimur londoni hatfelszerelési gyár amerikai megbízotja. Ártatlan üzletszerző. Mi persze tudjuk, hogy emellett még német kém is, aki minden valószínűség szerint a 412-es modell tolvaja. Úgy látszik, hogy miután a nagy fogást személyesen végezte el, a kisebb lopásokat alkalmi ügynökökre bízza. Mire alapítja ezt a feltevését? Tegnap a Majestic hajjában viszont láttam Brevstört. Nyomban megismertük egymást mind a ketten. Ő persze nem sejti, hogy tisztában vagyok azzal, hogy kicsoda. Titokban egész este figyelt engem, és végül is hosszú beszélgetést folytatott ezzel a James Parkerrel, aki a tanácskozásuk után engem táncra kért. Mint érdekem volt megtudni, miben Sántikálnak, azt gondoltam, legjobb, ha a tolvajt mindjárt magam vezetem vágyai színhelyére, és ezért szerződtettem a gyárba. Remek ötlet volt! Bevallom, sejtelmem sincsen, hogy ezúttal melyik aktát szeretnék megszerezni. De hát nem is ez a fontos. Brevstört kell lelepleznem. Sajnálom, hogy ezt a parkert is vele kell rántanom. Rokon kellemes fiú és kitűnően táncol. A tábornok nevetett. Á! Először hallom, hogy egy férfi érdekli. Valami titok lehet életében. Dilettáns. Most próbálkozik először e félével. Olyan naiv és ügyetlen, hogy szinte nevet nem kell rajta. De úgy látszik, Brevster kezében van, aki olyan hidegvérrel küldi az én csapdámba, mint ahogyan a háborúban bizonyos járőröket küldtek hidegvérűen a biztos halába a gyilkos gépfegyverek tüzelése közben. Ha sikerül, jó, ha nem sikerül, pusztuljon. De engem most nem a járőr érdekel, hanem a parancsnok. Mikorra várhatok öntől értesítést, Miss Raskó? Talán már holnapra, tábornok úr. Köszönöm. És kívánom, hogy jó egészségben, épp bőrrel lássam viszont. Magam is azon leszek, tábornok úr. Kilencedik fejezet. Parkernek a lélegzete is elállt az izgalomtól és bámulattól, mikor Miss Raskó szobájába lépett. Olyan volt ez a szoba, mint egy előkelő ízlésű kurtizáné. Mindenütt buja és puha kényelem, feltűnően széles kerevetek, dagadó párnák, a keleti háremek színpompájára emlékeztető gyönyörű perzsa szőnyegek, a vitrinben vagyont érő porcelánok, csupa szakértelemmel válogatott műremek. Parker jól értett ezekhez, hiszen műkereskedő volt, egyetlen pillantással felbecsülte a képeket, porcelánokat, szőnyegeket, bronz és ezüst dísztárgyakat. 15 ezer dollárt gondolkodás nélkül meg lehetne adni értük. Gondolta magában. De talán nem is a berendezés értékessége, mint inkább a művészi összhatás, az összehangolt színek és stílusok, az öntudatos és biztos kézzel, rafináltan elhelyezett fényhatások nyűgözték le. És halvány sárga, egészen könnyű, szorosan a testhez simuló lát sejemruhában Szilvia állt a teljes szamovár mellett. Sugárzóan szép volt és fiatal. Szinte hihetetlenül hatott, hogy ez a nagyvilági, kellemes nő azonos a szalivencégrideg, rosszul öltözött, kellemetlen főnök nőjével. Barátságosan lépett Parker elé, és a kezét nyújtotta. Már vártam, mondotta édes mosolyjal, amely felfedte tökéletes fogsorát. Remélem, meg lesz elégedve a teámmal. Azt mondják, nagyon jól értem a készítését. Parker nem tudta, hogyan viselkedjen. Miss Sylvia, mondotta őszintén, soha életemben nem éreztem magamat ennyire ostobának, mint e pillanatban. Szavamra, azt hiszem, valami varázslat játszik velem. Hogyan változtathatja meg valaki ennyire egész lényét? Vigyázzon, nevetett Szilvia, nehogy megsértse a szalivencég osztályvezetőjét. Ne felejtse el, hogy az illető hölgy azonos velem. De én nem vagyok azonos a délelőtti parkerrel. Én nem vagyok az a félszeg, gyámoltalan férfi, akinek ott látott. Higgye el, úgy éledek fel ebben a szobában, mint a vízbe dobott hal. Mert ez az én világom. Ezek az ízléses és értékes műkincsek, melyekkel körülveszi magát, a szépségről és művészetről muzsikálnak és maga olyan közöttük, mintha minden szépség a lelkéből, a pórusaiból áradna. Szilvia kacéran nézett Parkerre. Udvarolni akar. Parker csügget mozdulatot tett. Tudom, hogy ez őrület. Maga túlságosan elkényeztetett nő. Nem is sejtem, hogy milyen szeszélyes ötletből hívott meg. Talán játéknak szánta. Gyönyörködik, hogyan vergődöm ebben az aranyhálóban, amelybe vakon belezuhantam. Valóban, nagyon mulatságos lehet a hódító férfi, amikor egészen kicsiny, szánalmas porszemmé zsugorodik a nő előtt. Szilvia úgy tett, mintha nem is hallotta volna ezt a tirádát. A szendvicses tányért nyújtotta. Parancsol! Parker érezte, hogy ez figyelmeztetés és visszautasítás. Bocsásson meg! Mormogta megszégyenülten. De hiszen ön a teát. Mi van magával? Miért remeg úgy a keze? kiáltotta Szilvia. Parker valóban egészen meg volt zavarodva. A legellentétesebb érzések és gondolatok viharoztak benne. Érezte, hogy minden felgyulladó vágyával kívánja és imádja Szilviát. Az utóbbi hónapok sivár nyomorúsága után egyszerre belecsöppent ebbe a csodálatosan szép, parfümös, szerelmet és nagyvilági életet árasztó környezetbe. Ki lehet Szilvia? Mi csoda forró rejtélyek veszik körül? Milyen lehet a szerelmi élete? És mit akar tőle? Játszik? Ugratja? Vagy valóban tetszik neki? Azt akarja, hogy a barátja legyen? Flirt. Kaland. Az ember nem ismeri ki magát a modern lányoknál. Milyen jól lenne most mindenről megfeledkezni. Nagyszerű lendülettel kitárni karját és magához ölelni Szilviát, és azután új életre támadni ettől a csóktól. De hiszen ez lehetetlen. Néki az a megbízatása, hogy félrevezesse, kirabolja Szilviát. Ebbe bele kell őrülni. Érezte, hogy elveszett. Soha nagyobb összeütközés ember lelkében nem játszódhatott le, mint az övében. Egy pillanatig szinte habozott, hogy Szilvia lába elévesse magát és mindent bevajon. Azután bocsánatát kérje, eléje tárja véres, megkínzott szívét és azután történjen akármi. De éjfélkor találkozója van Brevsterrel. A Washington bárban adtak egymásnak találkozót. Nem csoda, hogy a teás csésze majdnem kiesett remegő kezéből. Ne vessen ki, dadogta, mégis bevallom, lámpalázas vagyok és nagyon ideges. Túlságosan nagy hatással van rám Miss Szilvia. A szavaim nem érdekelték, nyilván nem is hitt azoknak, de talán néhány csepp kiöntötte a nagyobb hitettes érzéseim őszinteségéről, mint a kimondott szó. Szilvia ajkán kissé keserű mosoly jelent meg. Hányszor hallottam már ezt? Mondotta fanyarul. És mind hazudtak, valamennyien. Ha tudná, mennyire gyűlölöm a férfiakat. Talán jobb is lenne, ha most felállna és elbúcsúzna tőlem. És elmenne, még New Yorkot is elhagyná. Parker kerekre nyíló szemmel mered Szilviára. Miért mondja ezt? Szilvia észbe kapott. Már is sokat árult el. De szíve legmélyén sajnálta a parkert. Tudta, hogy kém, iratok elrablásával van megbízva, de asszonyi csalhatatlan ösztönével érezte azt is, hogy a férfi szavai őszinték. Szinte kedve lett volna vakmerő asszonyi játékkal próbára tenni, vajon ha felgyújtaná szenvedélyét, annak ereje erősebb volna-e, mint a vállalt kötelesség parancsoló ereje. De Szilvia az évek során nagyon megtanulta magát fegyelmezni. És ha néha ébredezni is kezdtek érzékei, és valami elérzékenyülés fogta el, nyomban megkeményítette szívét, és szilárdan, kímélet nélkül haladt tovább. Ez a csábítóan szép asszony már vagy két tucat férfit juttatott vérpadra és tömlött be. Néha álmában megjelentek áldozatai, ilyenkor kínzottan, gyötrődve nézett velük farkas szemet. Csak a morfium fecskendő tudott az ilyen víziók után álmot hozni de nem volt visszalépés. Neki csak ugyan fizetnie kellett. Szilvia özvegy volt. Férje őrnagyi rangban az amerikai hadseregben szolgált. A vezérkarba volt beosztva. Szakértője volt a tüzérségnek és az összes fegyverek modelljeinek tervrajza, a tengeri és szárazföldi ágyuk, aknák, tankok titkai az ő titkos irattárában sorakoztak. Egy napon holtan találták az őrnagyot. Egy német kémpokoli kegyetlenséggel ölte meg. Ez a kéma mellé rendelt tisztek egyike volt, akinek sikerült teljesen beférkőznie az őrnagy bizalmába. Egy napon az őrnagy tetten érte a főhadnagyot, amint fényképfelvételt készített az egyik vázrajzról. A főhadnagy látta, hogy leleplezték, nincsen menekülés és habozás nélkül leütötte egy bronzlevél nehezítékkel az őrnagyot, azután megszökött. Az őrnagy két heti szenvedés után meghalt. És Szilvia akkor határozta el, hogy hátralévő életét férje megbosszulására szánja. Jelentkezett a kémelhárító osztályban és felajánlotta szolgálatait. A kémszervezet mindig szívesen látja a szép nőket, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a legbámulatosabb eredményeket érik el. Jól tudják ezt természetesen az illetékes helyeken is, és éppen ezért a bizalmas természetű dolgokkal megbízott katonai titkok birtokában lévő tiszteket szolgálati parancsnok útján állandóan és nyomatékosan figyelmeztetik, hogy óvakodjanak a nőktől, mert a kémnők egész hálózata leselkedik rájuk, hogy hálójukba kerítve őket, a legagyafurtabb módon tudják meg titkaikat. A háborúban híres volt az a német kémnő, aki mint tájképeket festegető bakfis francia tisztekkel ismerettséget és mi alatt a tisztek boldogan és szerelmesen flörtöltek vele, ő megtudta, hová készülődik csapattestük és kirándulások ürügye alatt még a frontra is elvitette magát tiszti barátaival, ahol végtelenül ügyesen vázlatokat készített a hadállásokról. Szilviát azonnal szerződtették. Jó ajánló levél volt, hogy férje őrnagy volt és tudták, hogy a fiatal özvegyet engesztelhetetlen gyűlölet vezeti. A Szali osztották be, mert az ellenséges államoknak érdeklődési központjában éppen az ilyen nagy fegyvergyárak állnak. Három esztendő alatt egész sereg értékes leleplezést tett. Brevstörre vadászott és tudta, hogy parkeren keresztül jut hozzá legbiztosabban. De ez a különös, lázas hang, melyen Parker szólt hozzá, kissé megzavarta. Három év hosszú idő, már elfáradt az örökös embervadászatban, már sok volt a vér, amely miatta csordult ki. A bosszú művét befejezte. Néha tűnődve nézett a tükörbe, és ilyenkor régen visszafojtott érzések lázadoztak benne. Asszony volt, szép, kívánatos és hódító ilyenkor ilyetten nézett ápolt, fehér kezére, mintha azt nézné riadtan, nem lát -e rajta vérfoltot. Igen, ezekkel a kezekkel ölelni kellene, gyermekarcocskát simogatni, gyönyöröket habzsolni. Sóhajtott és már megint mosolyogva fordult Parkerhez. Ideges vagyok. Sokat dolgozik. Nem csak ez a baj. Talán jobban fárasztanak a lelkiek. Nem könnyű magányos nőnek lenni. Miért nem hisz a szerelemben? Miért bántja a hódolat? Szilvia idegesen intett. Nem, hagyjuk ezt téved. Hozzám nem lehet ilyen formában közeledni. Szavak! Mennyi hazugságot hallottam életemben! És túlságosan leköt a munkám! Nem szabad magamat lírai hangulatoknak átengedni. Kissé különös lenne, a szalivengyár titkárnője, a levelezési osztály vezetője, mint gügyögő szerelmes. Egy kis flört, tánc, szórakozás ez elegendő. Hogy őszinte legyek, jobban tenni, ha maga is ezeket az elveket követni, Mr. Parker. Túlságosan érzelmes, és ez nem kívánatos olyan embernél, aki komoly célokra tör az az úr, akivel tegnap este láttam, mi is a neve. Brevster. Válaszolta hirtelenül Parker, de már meg is rémült, attól félt, hogy elszólta magát. Igen, Mr. Brevster. Az például egészen más fából van faragva. Valami üzletet akart megkötni Spanyolország számára. Állítólag a forradalmárok megbízásából tárgyalt. Mondhatom, imponált az a kérlelhetetlen erélyesség, melyel alkudozott, ravaszkodott. Sarokba akart bennünket szorítani. Az üzletből nem lett semmi. Lehet, hogy nem is volt komoly szándéka vásárolni. De ahogyan mindenki nyelvén beszélni tudott, ahogyan érvelt, csatázott, az kemény, nagy stílű emberre vallott. Bevallom, érdekel. Parker úgy érezte, hogy meghűl benne a vér. Magának tetszik Mr. Brewster. Kérdezte olyan naiv elképedéssel, hogy Szilvia elnevette magát. Remélem, nem féltékeny rá. Megnyugtatom. Nem vagyok szerelmes belé. És nem is leszek. De látja, van egy szenvedélyem. Szeretek érdekes emberek társaságában lenni talán magát is azért engedtem a közelembe, mert érzem, hogy nem mindennapian művelt, széles látókörű ember. Tegnap éjszaka nem egy olyan megjegyzést tett, amely megragadott, belém vésődött, amelyre felfigyeltem. És ha tiltakozom, hogy a maga teljességében mutatkozzon meg előttem, talán egy kissé önvédelemből teszem ezt. Már mondtam, nem akarok lírát, nem akarok semmi szerelmet. Parker elpirult boldogságában. Hiszen ezek a szavak szinte vallomásként hangzottak. Ha úgy parancsolja, válaszolta Szilviának, holnap este hármasban vacsorázhatunk. Szilvia bólintott. Nagyon helyes. Talán legjobb lesz, ha valamelyik revű színházban gondoskodunk Páholyról. Tizedik fejezet. Brevster nagyon meg volt elégedve. A kezét dörzsölte örömében. Hiszen maga nagyszerű fickó. Mondotta parkernek. A viasz lenyomat kitűnően sikerült. Holnapra készen lesz a kulcs. Miss Silvia személyes ismeretsége pedig egyszerűen elragadó. Önvalóban önzetlen barátom, hogy a megismerkedés közvetítését vállalta. Hiszen tudom, hogy Miss Raszkó önnek is tetszik. Mr. Brewster, válaszolta Parker, őszintén meg kell mondanom valamit. Beszéljen! Én képtelen vagyok azokat az aktákat kilopni. Ellenkezni mer. Értse meg, nem gyávaságból mondom ezt. Ügyetlen vagyok. Hajszál híja, hogy már a lenyomat készítésénél nem értek tetten. Mit ér vele, ha az akta ellopását megkísérlem és nyomban lelepleznek? Magának az iratokra van szüksége. Én lemondok a húsz ezer dollárról. Nem kérek egy centet sem. Beérem azzal az állással, melyet nyertem. Brewster gúnyosan nevetett. Remek. És mi lesz az aktával? Vagy azt hiszi, hogy én talán állás közvetítő vagyok? Hogy egyetlen célom gyámoltalan és tehetségtelen embereket jó és biztos állásokba dugni? Amit eddig tett értem, azt már is visszafizettem. Szabadna kérdeznem, mivel? Először is megkapta tőlem a páncélszekrény zárának lenyomatát. Másodszor pedig bemutatom Miss Szilviának. Gyönyörű! Önpénzt követel gáláns szolgálatokért! Parker szeme villámot szórt. Nagyon jól tudja, kiáltotta felháborodva, hogy nem erről van szó. Miss Szilvia megkért, hogy mutassam önt be. Ennek ellenére sem tettem volna ennek eleget, ha nem gondoltam volna azt. Mi csodát? Nézze, Mr. Brewster. Én egész életemben korrekt ember voltam. Bármennyire kedvem és ízlésem ellenére is van ez az aktalopás, és bármennyire is megbántam már, hogy ebbe a kalandba bocsátkoztam, most már vállalom a dolgot. De ismétlem, én nem vagyok annak keresztülvitelére alkalmas. Mégis segítségére leszek. Mégpedig éppen ezzel a bemutatással. Ha önszemélyes barátja lesz Miss Szilviának, és az én ismeretségemre is hivatkozhatik, úgy semmi akadálya nem lesz annak, hogy időnként megjelenik a Szalivengyárban és néhány percet tölt a szobámban. Én telefonon megbeszélendő jelszóval felhívhatom kellő pillanatban, mikor biztosan tudom, hogy Miss Szilvia nincsen a szobájában és hosszabb tárgyalása van a főnökségnél. Akkor azután az ön hidegvérén és ügyességén múlik, hogy az aktalopást végrehajtsa. Legyünk őszinték, jobb is, ha az ilyesmit külső ember követi el. Hiszen ha észreveszik az akták eltűnését, elsősorban természetesen házi kutatást rendelnek el. Brevster figyelmesen hallgatta Parkert. Hm, tulajdonképpen igaza van. Majd meglátjuk. Egyelőre essünk túl a ma esti találkozáson. Az őjek felszínházat választották és autón mentek Szilviáért. Szilvia ismét más estéi ruhában volt. Parker egyre növekvő ámulattal nézte ezt a rejtélyes nőt, aki primadonnát megszégyenítő eleganciával és utánozhatatlan nagyvilági modorral lebegett eléjük. Finom, behízelgő parfüm áradta ruhájából, a haja, szempillája, ajka, arca a kozmetika művészetének remeke volt. Parker nem értette, hogyan élhet ennyire kettős életet valaki hiszen még néhány óra előtt a gyár hivatalában ugyanez a nő kibírhatatlanul ideges, gőgös, csúf és ízléstelen volt. De úgy látszott, ezt a csodát már meg kell szoknia. Az előadás után kitűnő hangulatban a Majesticbe mentek. Mikor Szilvia a tánckorongon kettesben maradt Brevstörrel, halkan odasukta a férfinak. Vigyázzon, ne szorítson olyan feltűnően magához. Parker figyel bennünket, és szörnyen féltékeny. Nem csodálom. Maga mindenkit megbolondít. Csak semmi udvarlás. Óvatosság. Már kétszer eltévesztette a tánlépést, és Parker jó táncos, aki azonnal észreveszi az ilyen feltűnő szórakozott szágot. majd majdnem a bőréből bújt ki örömében. Szilvia megjegyzéseit nem lehetett félreérteni. Nem az ellen tiltakozott, hogy nagyon szorosan öleli magához, hanem attól félt, hogy ezt Parker észreveszi. Bravo! Gondolta magában diadalmasan Brevsztör. Az akták már a zsebemben vannak. Parker urat pedig szépen leépítjük. Úgy látom, semmi szükségem nincsen a segítségére. Melegen és sokat mondóan szorította meg Szilvia kezét. Azután visszamentek az asztalhoz. Parker már tűkönült. Nem is engedte, hogy Szilvia helyet foglaljon, már eléjük sietett és ő vitte a tánckorongra. Szinte beszélni is alig tudott az izgalomtól. Miről beszélt Brevstörrel? Kérdezte sápattan a dűtől. Nem tartozom számadással. Milyen címen fon felelősségre? Válaszolta erélyesen Szilvia. Parker le volt forrázva. Igaza van. Bocsásson meg. Hiszen önnek valóban nincsen köze az én érzéseimhez. Nem vette észre, hogy Szilvia alig tudja mosolyát elfolytani. Tetszett neki Parker féltékenysége, amely mindennél jobban elárulta érzéseinek őszinteségét. Ez hízelget hiúságának. Talán egy kis rokon is érzett Parker iránt de uralkodó érzése mégis a gúnyos öröm volt, hogy egymás ellen játszotta ki a két cinkost. Parker az est folyamán már alig nyitotta ki a száját. Szórakozott volt és hallgatag. De annál jobban fel volt villanyozva Brevstör. Mikor reggel felé elbúcsúztak Szilviától, Izzó sokat mondó pillantást vetett rá. És Parker megdöbbenve vette észre, hogy Szilvia ezt a pillantást viszonozta alig zárult be a kapu Szilvia mögött, Brevster elégedetten kacagott fel és két kezét dörzsölgette. Remek mondotta, a halacska horogra került. Olyan simán fogja ideadni az aktákat, hogy öröm lesz. Kész tervem van, holnap délelőtt végrehajtom. Mondhatom, magának nagyon kevés dolga lesz. Természetesen ezek után kevesebbel is kell beérnie. Én semmit sem kérek. Válaszolta ingerültem Parker. Brevztör gyanakodva, hidegen nézte végig. Nem szeretem ezt a hangot, Mr. Parker. Kár volna, ha arra kényszerítene, hogy golyót röpítsek a koponyájába. Én pedig arra kérem, mentsen fel a továbbiak alól. Nem veszek részt ebben a becstelen játékban. Oho! Kisé erős szavak. Most már nem csak az aktalopásról van szó. Hanem Mi Szilviáról is. Gazságnak tartom, hogy így visszaélünk a jóságával és jó jóhiszeműségével. Brevstör gúnyosan nevetett. Micsoda érzelmesség! Hiszen maga szerelmes. Parker szeme haragosan villant. És ha az volnék, úgy arra kérem, függessze felérzéseit még 24 órára. Szavamra mondom, azután örökre átadom a helyemet. Ígérem, egy csókot sem fogok kérni a szép Szilviától. Sokkal praktikusabb ember vagyok. A jó üzlet többet ér a legizzóbb szerelemnél is. Parker nem válaszolt. Némán kísérte Brevstört a következő utcasarokig, ahol elváltak. 11. fejezet Másnap Parker idegesen, összetörve ment a hivatalba. Egész éjjel nem hunyta le a szemét. Nem értette se, hogy sem a helyzetet. Szerette Szilviát, és eddig úgy érezte, hogy Szilvia viszonozza érzéseit. Hiszen minden tette arra vallott. De tegnap este minden megváltozott. Szilvia szinte minden átmenet nélkül Brevsterhöz pártolt. Parker le volt sújtva. Szilvia viselkedése megdöbbentette. Így nem viselkedik rendes idegzetű, korrekt asszony. Valami titok fátyolozta be egyszerrelényét, lényét, Parker tanácstalanul és tehetetlenül állt vele szemben. De ha Szilvia el is fordult tőle, mégsem nyújthat segédkezet Brevsztör becstelen szándékához. Feldultan, kimerült idegekkel érkezett a gyárba. Mikor íróasztala elé ült, érezte, hogy ez így nem mehet tovább hozzá sem nyúlt a fordításhoz. Megfinomult és felfokozott érzékenységében világosan hallotta, mikor a szomszéd szoba ajtaja kinyílt és felismerte Szilvia lépteit. A vér az arcába szökött, a szíve hevesen dobogott. Attól félt, hogy megfullad. Olyan vad kétségbeesés fogta el, hogy egy pillanatra teljesen megzavarodott. Felugrott és heves mozdulattal felrántotta a Szilvia szobájába nyíló ajtót. Szilvia ott ült íróasztala előtt. Megint a szörnyű fekete irodai kabát volt rajta, és óriási szemüvege mögé bújt. Mikor az ajtó felpattant, megrezzent és meglepetten nézett parkerre. Mit jelentsen ez? kérdezte szigorúan. A férfi csak most eszmélt arra, hogy neki tulajdonképpen semmi hivatalos dolga nincsen, és hogy maga sem tudja, miért tört be a szobába. Beszéljen, mit akar? Kérdezte most már emeltebb hangon Szilvia. Ez a hang feloldotta parker bénultságát. Mi Szilvia, mondotta halotálványan, én nem maradok itt. Mit beszél? Mi baja van? Mi történt magával? Én nem tudok, én nem akarok a hivatalnoka lennie, nem tudok dolgozni, ha itt érzem a közelemben. Szeretem magát. Szilvia szigorúan koppantott a kezében lévő töltőtollal. Erről ne beszéljen. De beszélek. Ön most nem a főnököm, csak nő. Miss Szilvia. És én férfi vagyok. Férfi, aki minden cseppvérével imádja önt akit megőrített. Nem tudom ezt a komédiát tovább játszani. Tegnap este még én voltam a világ legboldogabb embere. Azt hittem, hogy megérzi és viszonozza érzéseimet, de azután kiderült, hogy egy másik úrral sokkal kellemesebben mulat, mint velem. Nem mondhatom el, hogy mit éreztem. Mennyire kétségbe voltam esve. Miss Szilvia, könyörgöm, higgyen nekem, ez a Brevstör nem érdemli meg az önbizalmát. Mr. Parker, ön túlságosan elragadtatja magát. Most már legbensőbb magánügyeimbe avatkozik. Miss Szilvia, önbak, nem tudja, hogy mit cselekszik. Szilvia felállt. Sajnálom, hogy ismételt figyelmeztetésem sem téríti észre. Ez szerint csak ugyan arra kényszerít, hogy elbocsássam. Este megkapja a szolgálati jegyét, és távozhat. A mai napot azonban még itt kell töltenie, mert aki reggel belép a kapunkon, az többé záróra előtt nem távozhatik. Ezt nagyon jól tudja. De én nem tudok dolgozni. Akkor cigarettázzon, olvasson, nézzen ki az ablakon. Parker nem mozdult, kínlódva állt. Szilvia türelmetlen mozdulatot tett. Mit kíván még? Azt akarom kérdezni, azt szeretném tudni, hogy ha én elhagyom az állásomat, azért mi ketten találkozunk még. Talán. Nem tudom. Ezen még gondolkoznom kell. Parker kétségbe esett pillantást vetett Szilviára. Milyen kegyetlen tud lenni? Szilvia arcára furcsa mosoly szökött. Talán mégsem. Hát, ha téved, és hirtelen közelebb hajolt Parkerhez. 11 órakor menjen az első emeleti bal épület szárnyba. Az ötvenes szobában várom. Itt van ez a pecsétes igazolvány. Ezzel minden őrszemen áthaladhat. És most ne kérdezzen semmit. Amúgy sem válaszolok. Legyen pontos a találkozón. A viszontlátásra. Parker szédülve ment ki. Most már tökéletesen meg volt zavarodva. Kétség és reménység rohamozták meg. Nem tudta, hogy mit jelent ez a találkozó. Első emelet bal épületszárny. Ötvenes szoba. Becsengette az egyik altisztet. Ismeri ön az épületet? kérdezte. Igen. Kinek a szobája van az első emelet bal épületszárny ötvenedik szám alatt? Az altiszt vállat vont. Ezt nem tudom. Ott a szigorúan bizalmas ügyeket intézik. Az ottani beosztásról senkit sem világosítanak fel. Miszraszkó szokott odajárni? Az altiszt gyanakodva nézett parkerre. Bocsánat, uram, nekünk szigorúan tilos benső dolgokról beszélni. Parker észrevette, hogy ostoba volt. Hiszen tisztára úgy viselkedik, mint egy kém. Már az altiszt is gyanút fogott. Hogy jóvá tegye a dolgot, felmutatta a Szilviától kapott igazolványát. Csak azért kérdeztem, mert amint látja, oda rendeltek. Az altiszt közönyös pillantást vetett az írásra és megismételte. Sejtelmem sincsen semmiről. Az altiszt távozott, Miss Szilvia pedig letette a hallgatót, melyen keresztül a másik szobában ezt a beszélgetést végighallgatta mert Parkernek fogalma sem volt arról, hogy szobájában három mikrofon volt titkosan elhelyezve, melyen keresztül minden szavát kihallgathatták. Miss Sylvia igen bonyolult és furcsa hangulatban volt. Évek óta először érezte, hogy nem azzal a hideg elszántsággal intézi a dolgokat, mint ahogyan szokta. A Parkerrel folytatott reggeli beszélgetés tökéletesen meggyőzte arról, hogy a férfi valóban őszintén szereti lemondott állásáról, melyre pedig kétségtelenül rá van szorulva. Ezt nyilván azért tette, mert nem akarja végrehajtani az aktalopást. Szerelme győzött a bűnös szándék felett. Szilvia megint érezte azt a különös meghatott szágot, amely előző este olyan váratlanul támadt fel benne. De ismét ilyetten sietett erőt venni magán. Bármint is áll a dolog, Parker közvetlenül tud Brevster dolgairól, az nyomatot vett fel a páncélszekrényről, nem lehet futni hagyni. Lehet, hogy ebben az esetben elállt a kémkedéstől, de talán egy messzire nyúló kémszervezett tagja, aki máshol fogja folytatni gaztetteit. Feltétlenül őrizetbe kell venni. Ezért rendelte Szilvia Parkert az 50 számú szobába. Ez volt a titkos rendőrség irodája. Parker nem hagyhatja többé szabad emberként el a gyárat. A rendőrség bizonyára kicsikarja belőle apróra Brevster titkait, és akkor majd szembesíteni lehet a két cinkost. Szilvia cigarettára gyújtott. Nagyon fanyar, rosszkedvű volt. E pillanatban unta és gyűlölte foglalkozását. Szeretett volna néhány nappal idősebb lenni. Még csak ezt az utolsó fogást fejezi be. Azután elutazik. Van egy kis tőkéje. Falura megy, vagy valahová messze, tengerpartra. Elég volt az emberekből, bűnből, vérből, hajszából. Mennyire meghamisította az életét. Szilvia sírni tudott volna. Írtózott a pénztől, a vérdítól, melyet sikeres leleplezéseiért kapott. Soha sem érezte még jobban, hogy asszony, aki szerelemre vágyik felállt és sétálni kezdett szobájában. Mint aki gyötrelmes gondolattól vagy egy üldözőképtől akar megszabadulni. Parker. Milyen jó képű, kellemes, elmés fiú. Talán ilyennek képzelte egykor azt a férfit, akit nagyon tudna szeretni. Milyen sápat volt az előbb, mennyire megtört. És miatta szenved. Miatta kockáztatja az életét. Visszalép a rábízott feladattól, amit kémek között halállal büntetnek. Még a halállal is dacol érte. Mégsem szabadna rendőr kézre juttatni. Hadd fusson, meneküljön. Talán elkerüli a cinkosok revolverét. Szilvia habozott. A kezetét tovább a kilincs felé nyúlt, be akart menni parkerhez. De azután csügget mozdulatot tett. Késő. Ezen már nem lehet segíteni. A rendőrség mindent tud. Felelősségre vonják, ha parkert szökni engedi. Hirtelen felfigyelt. A másik szobából halk beszélgetés hallatszott. Felemelte a hallgatót. A kagyló süketen búgott. Szilvia összeharapta ajkát. A mikrofon elromlott. Vagy valaki szándékosan némította el. 12. fejezet. Tíz óra lehetett, mikor Brevster belépett parkás szobájába. Sugárzott a jó kedvtől. Amint látja, mondotta kezét dörzsölgetve, minden a legsimábban halad. Mikor azt mondtam, hogy magát akarom meglátogatni, és Miss Szilviára hivatkoztam, egy házi telefonálás után azonnal engedélyt kaptam a belépésre. Sőt, tudomásomra adták, hogy Miss Szilvia személyesen óhajt fogadni. Nem érdekel. Válaszolta ridegen Parker. Brevsztör fejét csóválta. Ostoba ember maga, barátom. Miért ilyen csökönyös? Vegye tudomásul, hogy felmondtam az állásomat. Holnap kilépek. Brávó. Éppen erre akartam kérni. Holnap ugyanis már amúgy sem lesz magára szükségem. Csalódtam magában. Tegnap este túlságosan érzelmes volt, és én nem szeretem a hisztériás férfiakat. Magam szerzem meg az aktákat. Amint látja, már elkészült a páncélszekrény kulcsa. És mosolyogva mutatta fel a kis kulcsot. Mr. Brewster mondotta felindultam Parker, arra kérem, hogy távozzon innen. Megőrült. Engem Miss Szilvia hívatott. Csak nem tilthatja meg, hogy hozzá menjek. Ismétlem, menjen innen. Brevster éles pillantást vetett Parkerre. Figyelmeztetem, hogy elég volt. A kezeim között van. Ha elárul, bizonyítani fogom, hogy én csak üldözöm magát. Detektív vagyok. A Akarja látni igazolványaimat szabályos angol detektív igazolványok. Benjamin Green magánnyomozó Londonból, akit azért küldtek New Yorkba, hogy James Parker nemzetközi szélhámost nyomozza ki és tartóztassa le. A Majestic főpincére emlékezni fog arra, hogyan tűnt el rejtélyes módon a pénztárcája a fizetésnél, a szállásadónője és a szomszédok pedig bizonyítani fogják, hogy ön hónapok óta állás nélkül csavargott New Yorkban, és végül ez a kis viaszdarab, melyet eltettem, eléggé bizonyítja, hogy milyen célból állt be a Szaliven gyárba. Jobb hát, ha csendes megadással viseli sorsát. Mindössze néhány óráról van szó. Parker nehezen lélegzett. Megtörölte verejtékező homlokát. Mit akar csinálni? Kérdezte Brevstörtől. Megvárom az alkalmas pillanatot. Ha Miss Sylvia kimegy a szobájából, belépek, mintha őt keresném. Hiszen hívatott. Magának kellene őt szóval tartania. Kéresse ide, mintha felvilágosításra volna szüksége, vagy más ürügyjel. Én majd a folyosó felüli ajtón megyek be ez alatt szobájába. Parker lehajtotta fejét. Tizenegy órakor, mondotta Tompán, Miss Szilvia az első emeleten lesz. Oda rendelt engem. Miért? Nem tudom. Beszélni akar velem. Hol találkoznak? Balépület szárny, ötvenes szoba. Brevster alig észrevehetően megrezzent. Hetek óta zsebében volt a Sullivan gyár tervrajza. Pontosan tudta, hogy azon a helyen a titkos rendőrség szobája van. Tehát Szilvia gyanút fogott. Parkert elfogják. Csak a legelszántabb vakmerőség segíthetett. Most azonnal, késedelem nélkül kell végrehajtani a tervét. Úgy tett, mintha egy kicsit gondolkozna. Hm, mondotta végre, úgy látszik csak tévedtem. Miss Szilvia magát tünteti ki a bizalmával, nem engem. Hát ez nagyon kellemes dolog. Én most bemegyek néhány percre Miss Szilviához, nehogy udvariatlannak tartson, azután úgy teszek, mintha elmennék, valójában azonban visszajövök magához. Azután megvárom, míg maga a találkára megy, és mi alatt maguk kettesben turbékolnak, eltüntetem az aktákat. Gratulálok, Parker! Micsoda szerencséje van! Senki sem fog magára gyanakodni, hiszen Alibit igazolhat. Miss Szilviával volt! Megint a kezét dörzsölgette, azután gyors elhatározással Szilvia ajtaja felé fordult. Hát csak ügyesen parker! És sok szerencsét! Boldog fickó! Micsoda hódítás! Ezt már csendes kuncogással mondotta hamiskás mosolyjal a következő pillanatban pedig benyitott Miss Szilviához. Köszönöm az engedélyét, hogy láthassam. Mondotta, mikor betette maga mögött az ajtót. Szilvia mosolygott. Talán nem jól tettem. Félek, hogy a nappali világítás és ez a ruha kissé kiábrándítóan hat. Brevster kisébe hunta a szemét és szimatolt. Nolám, nevetett sem a fekete ruha, sem a pápa nem tudta eltüntetni a parfümjét. Ez még a tegnap esti nagyszerű asszony. A nő, akit ma egész nap remegve fogok várni. Látja, ezért jöttem fel. Elmentem a gyár előtt és megéreztem a parfümjét. 77 fal mögül is kiérezném. Van egy indiai lepke, amely 300 kilométernyire megérzi a párját én sem tudom elfelejteni ezt a különös, fanyar, nagyszerű illatot. Ennyire rajong a parfümökért. Az illat a nő névjegye. Szenvedélye, jelleme, érzékisége áruló módon bújik meg benne. Valamikor parfümökkel foglalkoztam. Negyvenféle illatot tudtam tévedhetetlenül felismerni, bármennyire keverték is. A maga parfümje francia gyártmány súlyos és bonyolult keverék, olyan, mint egy ezer egy éjszakából ellopott álom. Szabad közelebbről is megszagolnom. Úgy tett, mintha Szilvia fölé hajolna, de ugyanakkor káprázatos ügyességgel zsebéből egy kloroformal teleítatott zsebkendőt húzott ki, és azt Szilvia arcára dobta. Ugyanakkor tenyerével teljes erővel betapasztotta Szilvia száját. A szerencsétlen nő kénytelen volt orrán át mélyen beszívni az édeskés bódítógázokat, és aléltan hanyatlott a karosszékbe. Brevstör a páncélszekrényhez ugrott, felnyitotta, és a gyakorlott kémvirtóz ügyességével és csalhatatlan ösztönével egyenesen ahhoz a fiókhoz nyúlt, amelyben a mexikói akták feküdtek. Néhány mozdulat, és az akták már a zsebében voltak. De akkor váratlan és borzalmas dolog történt mikor megfordult, hogy kiugorjon az ajtón, Miss Szilviával találta szemközt magát. A kloroformos zsebkendő lehullott arcáról, és a kábulat még nem volt eléggé erős ahhoz, hogy megfossza öntudatától. Felállt és kidüllett, rémült szemmel nézett Brevsztörre. A férfi érezte, hogy elveszett. Habozás nélkül kirántotta revolverét, és elszántan a nőnek ugrott de ugyanakkor felpattant Parker szobájának ajtaja is. Fehéren, kerekre nyílt szemekkel állt a küszöbön Parker. Brevster felindultan intett neki. Jöjjön, mondta Rekett, suttogó hangon, vegye fel a kloroformos kendőt, tegye az arcára. Segítség! Akarta sikoltani Szilvia, de Brevstör vastenyere lezárta a száját a másik kezével, amelyben a revolvert szorongatta, Parkert vette célba. A kendőt mondotta toporzékoló mikor látta, hogy az habozik. Parker, mintha csak most ismerte volna fel a halálos veszedelmet, melyben forgott, egyetlen ugrással a kendő mellett termett, felkapta és Szilvia felé rohant. Látta annak zöldes szürke szemében a halálfélelmet, némadűt, kétségbeesést de mikor Szilviához ért, a kendőt váratlan, elszánt, ellenállhatatlan lendületű erővel Brevster arcába vágta. Éles csattanás hallatszott. A revolver dördült. De a lövés célt tévesztett. A kendőtől elvakult Brevster elhibázta a lövést, és másodikra már nem került sor. A folyosóról fegyveres őrök rohantak a szobába. Miss Szilvia előadása világossá tette Parker hősies viselkedését és nagyszerű érdemét. A szalivengyár hatalmas pénzajándékkal jutalmazta, amiért megakadályozta az akták ellopását. De a pénzbeli jutalomnál sokkal többet jelentett az a forró csók, melyel Miss Szilvia örökre hozzácsatolta életét. Vége.